Sziasztok, én Erás vagyok, ez pedig itt az Erás Könyvtár a csatorna. A mai alkalommal beszámolok nektek a második Csavai könyvbörzéről. Fogadjátok szeretettel! Október 8-án, egy verőfényes őszi napon rendezte meg a Békés megyei könyvtár a második Csabai könyvbörzét. Az első Csabai könyvbörzére még tavasszal került sor, akkor is terveztem, hogy készítek egy beszámolót, de mivel se nem árusítóként, sem pedig vásárlóként nem nagyon tudtam jelen lenni, így ez akkor elmaradt, de mindenképpen elhatároztam, hogy ezt a remek kezdeményezést mindenképpen szeretném én is támogatni, és mi is kint voltunk egy standdal a férjemmel, és könyveket árusít. Fantasztikusan jó érzés volt beszélgetni azokkal a követőkkel, akik végigkísérik a csatorna életét, és végre személyesen is találkozhattunk. Nagyon nagy öröm számomra, ha engem megkerestek, vagy odajöttök hozzám egy-egy ilyen alkalommal. Rettentően örültem nektek, és készültem is egy-két ajándékkönyvjelzővel erre az alkalomra. A Csabai könyvbörzéről fogok bevágni egy-egy fotót, amelyek jellemzik ezt a fantasztikusan jó hangulatot, több mint 40 árusító volt, körülbelül 200 ember bogarászott a különböző könyvek között. Fantasztikusan jó könyvek voltak, én is bevásároltam, mindjárt meg is mutatom nektek, hogy miket vásároltunk. De mielőtt még ezt megmutatnám, szeretnék nektek néhány gondolatot arról mondani, ami szerintem szintén fantasztikus kezdeményezés, és nagyon örültem, hogy árusítóként kicsit hozzájárulhattam én is ehhez. Ez alkalommal a könyvbörzén árusítók egy beteg kislánynak, Józsa Petrának gyűjtöttek. Nagyon sok árusító úgy volt jelen, hogy nem is saját magának árult, hanem az árusított könyvből befolyt összeget felajánlotta a családnak a kislány gyógyítatására. A Csabai könyvbörzén aztán az összesítés után kiderült, hogy több mint 80 ezer forint jött össze, amit a szülők nagyon-nagyon köszönnek, és a kislány gyógyítására fognak fordítani. Mint tudjátok, Békés Csaba egy kisváros, 61 néhány ezer lakossal, és fantasztikusan jó élmény volt ennyi olvasni szerető embert egy helyen látni, akik mind válogattak, olvasgattak, és nézték a kínálatot. Nagyon-nagyon jól esett a lelkemnek ezt látni, illetve ami szintén csodálatos volt, hogy sok fiatalt is láttam, akár vásárlóként, akár, mint ahogy mi is árusítottunk, árusítóként is jelen volt ezen az eseményen. A megyei könyvtár számára pedig csak annyit tudok mondani, hogy minél több ilyen rendezvény, tehát ha évente kétszer fogják tartani ezt a tavaszi és őszi könyvbörzét, én bízom benne, hogy mindig ott tudok lenni, és ezt az élményt semmiképpen sem hagynám ki, illetve most már, hogy ennyi árussal, és ennyi nagyon jó áru, fantasztikus könyvvel és nagyon jó hangulattal szívesen ajánlom nektek ezt a rendezvényt, és ha tavasszal lesz, akkor arra biztatlak benneteket, hogy gyertek el Békés Csabára, és ne csak az antikváriumunkat nézzétek, meg a Baboly Antikváriumot, ahová Zoltán Tamást vittem el, hanem a Békés Megyei Könyvtárnak ezt a könyvbörzés rendezvényét, mert nagyon-nagyon érdemes volt elmenni, és végig bogarászni a könyvek között. Most pedig, ahogy ígértem, bemutatom azokat a könyveket, amelyeket a könyvbörzén szereztem. Erről az 5 könyvről van szó. Mutatom is az elsőt. Vallomás a csodáról. Ez Csinszka naplója, és ha jól emlékszem, pont az egyik követőmtől vásároltam, kétszeresen öröm volt számomra, egyrészt mert mindig is szerettem volna elolvasni Csinszka naplóját,
és a másik pedig az, hogy megismerhettem személyesen is az egyik követőmet, úgyhogy ezúton is köszönöm neked. El fogom olvasni ezt a könyvet is, és be fogok számolni róla. Adiról szeretnék majd egy külön videót készíteni, ehhez szereztem be ezt a kötetet. A következő könyv, amit beszereztem, az pedig Séfer Erzsébetnek az Álmok kertje, Történetek útközben. Ez novellákat, kisebb írásokat tartalmaz. Egyik munkatársam Ági ajánlott a Séfer Erzsébet könyveit, bevallom, még nem olvastam tőle semmit, de ezt be fogom pótolni. Ha ti már olvastatok a szerzőtől könyvet, akkor írjátok már le nekem, hogy mit ajánlanátok nekem. A következő könyv egy fantasy. Mint tudjátok, nagyon szeretem a fantasy regényeket is, ezért nem csoda, hogy ilyet is sikerült zsákmányolnom. Ez pedig Krisztin Kesortól a Garabonc. Ha jól emlékszem, Borka csinált róla egy videót, de én már jóval előtte kinéztem magamnak ezt a könyvet, csak nagyon-nagyon sokáig nem lehetett kapni, most viszont, ahogy láttam, újra kiadták. Kíváncsi vagyok rá, erről is be fogok nektek majd számolni. Téma igen érdekes, mivel olyan könyveket próbáltam összevadászni, amelyek Magyarország jövőjével kapcsolatos jóslatokat említenek. Ilyen volt ugye Nostradamus jóslatai, el fogom mondani az ellenérveket és azt is, hogy mit jövendőlt Magyarországról. Ehhez találtam Nostradamus titokzatos könyve, a Proféciák, Fekete Sándor Pál könyvét. Ezt is a könyvbörzén találtam, és nagyon-nagyon megörültem. Néhány száz forintos áron sikerült megkaparintanom. A következő ritkaság pedig, ami a kezembe került, ez pedig a Mihalda. Ez is szintén a jóslatokról szóló videónkhoz kerestem. Ezt nem olyan régen adták ki újra, a Békés Csabai Szlovák Önkormányzat adta ki, kétnyelvű kiadványról van szó, hogy mi is az a Mihalda. Igazából Sába királynőjének, a 13. Szibillának a jóslatai, így nagyon érdekes dolgok vannak benne. Igazából azért is különleges számomra ez a kis könyv, mert ezt annak idején még a szlovák, illetve tótajkú nénik mutatták nekem, és gépelt, fénymásolt változatban kaptam meg a mihaldájukat, és nagyon érdekes volt ezeket a jóslatokat olvasgatni. Éppen lesz belőle videó, és akkor bővebben be fogom nektek mutatni ezt a kiadványt, amit, ha jól emlékszem, most már a Békés Csabai Szlovák Tájháznál is be lehet szerezni. Sajnos az egyik legcsodálatosabb zsákmány kimaradt a felsorolásból. Ezt a könyvet is a második csabai könyvbörzén zsákmányoltam. Ez pedig nem más, mint a Világszép Vasilisza. Amiért számomra különleges ez a könyv, édesapám olvasott fel belőle gyerekkoromban. A jól emlékszem, talán a Pusztaföldvári könyvtárban is megvolt, csodálatosan szép rajzokkal. Ha jól emlékszem, Iván Bilibin, a festőművész neve, aki 1874-ben született Szentpéterváron, és illusztrációkat is készített. Ehhez a meséskönyvhöz is ő készítette ezeket az elképesztően csodálatos illusztrációkat. Gyerekkoromban teljesen elvarázsolt ez a könyv, és nagyon-nagyon szerettem volna, ha megveszik nekem, de sajnos akkor már nem volt kapható, amikor édesanyámék megpróbálták beszerezni, de most mégis hozzám került, és rettentően boldog vagyok. Hogyha esetleg nektek megvolt ez a könyv, akkor mondjátok el nekem, hogy tetszett, vagy ha már olvastatok olyan orosz meséskönyvet, amelyeket Iván Bilibin illusztrált. Kíváncsi vagyok rá, hogy van-e még felelhető meséskönyv, ami magyar nyelven is megjelent a gyerekeknek. Ez az öt könyv volt tehát, amit én a második csabai könyvbörzén zsákmányoltam. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy további hasonlóan jó könyves rendezvényekről fogok tudni nektek
majd beszámolni, és arra bíztatlak benneteket, hogy amikor időtök engedi, gyertek el ezekre a rendezvényekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál. Én Erázs voltam, ha tetszett a videó, lájkold, és iratkozz fel a csatornára. További szép délután, és nagyon sok jó könyvet kívánok!